borokat kínálnak, hogyan készülnek a gyümölcsborok és milyen gyümölcsökből? Saját gyümölcséből készíti a mokkos pincészet. Falkonyán van 70 hektáron gyümölcsös, és ezekből a gyümölcsökből készülnek. Ugyanolyan hagyományos koreszokban minden rozén kell elképzelni, hát frissiben le van szedve, feldolgozva, lepréselve, és eljesztés után pedig rögtön palackozásra is kerül, hogy megvalósítani a gyümölcsösségét. Mennyi ideig erjed? Mennyi idő után kerül a palackokba? Hát így gyümölcs függő is, ugye cukorfaktor is függ, de milyen gyümölcsborokat kínálnak itt a Hévízi Bor Fesztiválon? Van száraz mélyborunk, ez egyetlen egy száraz gyümölcsbor. Fél éves, mondanám még a Rigizdi és a szederborunkat. És ezen kívül van édes mélyborunk, eperborunk, kajsziborunk és szilvaborunk. Elég nagy a kínálat.